Köszöntöm a Honvéd Hét nézőit! Ünnepélyes keretek között adta át az Európai Unió Bosznia-Hercegovinai békefenntartó missziójának parancsnokságát Robert Brieger vezérőrnagy Szarajevóban. Az új parancsnok a szintén osztrák Dieter Heidecker vezérőrnagy lett. Robert Brieger elköszönő beszédében elmondta, bár még nagyon nagy munka áll előttünk, a kitűzött missziós feladatok jó ütemben haladnak, a helyi erőkkel példás az együttműködés, atrocitásoktól pedig egyre kevésbé kell tartani. Bár ma még a helyi erők nem elég erősek ahhoz, hogy átvegyenek minden feladatot, de mindenképpen jó úton haladnak előre a cél érdekében. Nagyszerű tisztjeik, altisztjeik vannak, meg annyi akarattal, hogy megbízhatóan kezeljék a krízis helyzeteket. A leköszönő parancsnok eddigi erőfeszítéseinek elismeréséül a két nemzet együttműködésének elősegítéséért Domján László vezérőrnagy, az Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka átadta a Hende Csaba honvédelmi miniszter által adományozott szövetségért érdemérmet a búcsúzó parancsnoknak. Jó napot, hölgyeim és uraim! Erőt, egészséget! Domján vezérőrnagy egyúttal tájékozódott a magyar kontingens tevékenységéről, illetve megbeszélést folytatott az EUFOR parancsnokság tisztjeivel is. Minden előjáról rendkívül ismeréssel szólt a magyar katonák tevékenységéről, és hát óriási büszkeség ez számomra, és hát ezt a büszkeségemet, ezt az elismerést tolmácsoltam most a magyar katonáknak. A magyar kontingens katonái nagy mértékben hozzájárultak az EUFOR sikeréhez. Többek között a kitűnő magyar kiképzőállomány az, amely hasznos segítséget nyújt a bosnyák haderő katonáinak az euróatlanti integrációs célkitűzéseiben. Már csak néhány hét, és a 14 hetes alapkiképzésüket teljesítő katonák a Magyar Honvédség szerződéses katonái lesznek. Felkészítésük második felében zömmel gyakorlati képzést kapnak. Ennek a részét képezte a gyújtófegyverek elleni védelem komplex foglalkozás is, amelyet a Dóczy lőtéren hajtottak végre. A gyakorlat célja, hogy a végrehajtók megszokják a tűz közelségét, a lángoló környezetben való helyes mozgást, és a nehezítések ellenére is tudjanak koncentrálni az aktuális feladatra. Megtanulják a különböző tűzoltó eszközök, az egyszerű tűzoltás eszközeinek, lehetőségeinek a kezelését, a katona felszerelésében megtalálható tűzoltásra alkalmas eszközök kezelését, illetve a legfontosabb része ennek a gyakorlatnak, hogy a katona a pszichés gátot, amit a tűz ellen érez az ember, természetesen ezt leküzdje. Lelkesen fogadták a feladatot azok is, akik most estek át a tűzkeresztségen. Sok szakmai tapasztalatra tettünk szert, megtanultuk, hogyan kell koncentrálni, odafigyelni dolgokra, a társainkra. Igazából itt tanulja meg az ember azt értékelni és becsülni, hogy mi is az, hogy katonaság, mi az, hogy segítsek a bajtársamon. A gyakorlat második felében a kiképzésen résztvevők egy imitált harcjárműben ülve kapták a figyelmeztetést, hogy a járművüket találat érte és kigyulladt. Ekkor a parancs értelmében a harcjárművet elhagyva eloltották a tüzet, biztosították, ellátták az égési sérültet, majd helikopteres kimentést kérve elszállították a sebesült bajtársukat. Osztályba soroló vizsgával egybekötött vezetési gyakorlatot tartott a tatai lövészdandár harckocsi zászlóalja. A résztvevőknek hasonló feladatokat kellett megoldaniuk, mint a tanuló gépkocsi vezetőknek a rutinpályán, leszámítva a járművek közötti 40 tonnányi különbséget és még néhány apróságot. A kéthetes gyakorlat első felében, a tantermekben és a telephelyen a harckocsik technikai jellemzőivel, felépítésével és vezetési sajátosságaival ismerkedtek meg a katonák, csak ezek után kezdődhetett a vezetés. Már csak az osztályba soroló vizsga, vagyis a hatos számú vezetési gyakorlat vár rájuk, ennek alapján szerezhetik meg a harckocsi vezetői engedélyt. A kijelölt oktatóvezetők végrehajtanak egy mértkört a pályán, ez lesz a referencia idő, és ehhez az időhöz viszonyítva kell nekik végrehajtani a mértkörüket. Hogyha ezt sikeresen teljesítik, akkor a végén sikeres vizsgát tettek. Itt lenne az indításnál kapásból lesz egy tüzelőállásba beállás, onnan ki után lesz egy aknamező, azon át kell haladni, utána lesznek különböző kerülési akadályok, árok, emelkedőn elindulás, szlalomozás, fékezésbe elindulás, úgyhogy van minden. Nagyon remélem, hogy sikerülni fog, készültem rá rendesen. A Magyar Honvédség szintű képzésen a tatai alegység harckocsi vezetői mellett más intézmények és szervezetek katonái is részt vettek,
hogy jogosítványt szerezzenek az acélmonstrumok vezetésére. Beosztásomból kifolyólag én már évekkel ezelőtt is harcjárműveket vezettem, tehát nem állt távol tőlem ez a páncélos, illetve a láncos technikáknak a vezetése. Most itt a fő cél az, hogy a különböző típusoknál meg tudjam szerezni azt a rutint, amivel én biztonságosan tudom üzemeltetni majd később ezeket a járműveket. Harckocsit vezetni nem nehezebb, mint személyautót, viszont harckocsit jól vezetni, az már nagyon nehéz. Egy nagyon hosszú út áll még előttük, nyilván neki ezután egy kezelőszemélyzet összekovácsolás, szakasz összekovácsolás, és a harckocsi vezetői szakmának a lényegét gyakorlatilag ott fogja megkapni. Itt ez csak a vezetésről szól, hogy megtanulja kezelni az eszközt, ez nem nehéz. Rengett a föld Tábor falván. Szerencsére nem természeti katasztrófa történt, hanem bombákat semmisítettek meg a tűzszerészek a katonai gyakorlótéren. Két darab második világháborús bombát robbantottak fel a Magyar Honvédség tűzszerészei az MH Bakony Harckiképző Központ Tábor falvai robbantóterén. Az első bomba az egy 250 kilós német gyártású bomba. Ez a tavalyi évben került elő Eger belvárosából, ez ott lett hatástalanítva, továbbá beszállítva a központi gyűjtőhelyünkre, a másik bomba pedig egy 500 kg-os amerikai romboló bomba, amit pedig az északi összekötő hídlábától emeltünk ki. Mind a két bombatest szabvány katonai robbanóanyaggal, Semtex H megnevezésű robbanóanyaggal van megszerelve, és elektromos gyújtóhálózattal lesz megindítva. A Magyar Honvédség tűzszerészei számára a 2012-es év átlagon felülnek számít. November végéig több bejelentést kaptak, mint tavaly egész évben. Igaz, hogy még nem vagyunk teljesen az év végén, de gyakorlatilag a 2011 évi bejelentés számot már megközelítettük, 2800 fölötti bejelentés számnál tartunk, és közel 1000 olyan bejelentésünk volt, ami azonnali reakciót igényelt a tűzszerész ezredtől, soron kívül kellett a feladatokat végrehajtani. Ami az év eltelt részét tekintjük, az azt jelenti, hogy napi 3-4 bejelentés, soron kívüli bejelentés érkezett az alakulathoz. Kedves nézőink, a Honvéd Hét adását látták. Egy hét múlva ismét jelentkezünk. Addig is figyelemmel kísérhetik híreinket a www.honvédelem.hu weboldalon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!